tisztelettel köszöntöm Pat Zoltánt, az Ars Oratória kamarakórus vezetőjeként. 5 esztendő telt el azóta, hogy profi lett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. 2019-ben pedig eljött az a pillanat is, hogy a zenekar az eddigi vendégkórusok helyett egy saját kamarakórust hívott életre, ez az Ars Oratória. Ez egy nagyon fontos pillanat volt, annak tükrében legalábbis egy esztendeje, hogy 2020. januárjában pedig megszületett az a döntés is, hogy minősített zenekar lett a szimfonikus zenekar, és ebben az értelemben a kamarakórus és a szimfonikus zenekar sorsa együvé tartozik nyilván. Beszéljünk a kórus megalapításáról, hiszen én annak idején figyelemmel kísértem ezt, és az egyik első megszólalásodban úgy fogalmaztál, hogy ez egy nagy jelentőségű történet mindenképpen, és ez nagy kihívás. Hogy jött a megkeresés, miként emlékezel rá, hogy tedd otthonná az Ars Oratória kórusnak, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar otthonát? Ez egy régi elképzelés volt már, tulajdonképpen még szinte régebbre datálható, mint azt sejthetnénk. Engem először egy puhatolózó megkeresés formájában, ha jól emlékszem, 7 évvel ezelőtt ért már ez az ötlet, ez a felkérés, hogy Fehérváron nagy igény van arra, hogy egy nagyon jó minőségű, kvázi hivatásos együttest hozzanak létre. Én még akkor Debrecenben a Kodály kórusnál dolgoztam, és tulajdonképpen nagyon lelkes lettem erre a hírre, hogy van egy város, aki erre áldoz, és amelynek fontos az, hogy legyen egy ilyen együttese, hogy kielégítse azt az elképesztően nagyfokú érdeklődést, ami a közönség részéről tapasztalható itt Fehérváron, ezt mondhatom. És aztán a dolog a mélyben egyfajta búvópatakként csordogált tovább, és nyilván kereste a maga formáját, hogy tud ez megvalósulni. Majd valóban most egy éve, hogy megalakult az együttes, és sikerült ezeket a terveket valóra váltani. A semmiből kellett egy új másik világot teremtened, ha úgy tetszik, mármint gondolok itt elsősorban arra, hogy múltja természetes van a kórus muzsikának Székesfehérváron, hiszen számtalan remek kórus működik, de egy közvetlenül a szimfonikus zenekarhoz és annak műsorszerkezetéhez kapcsolódó kamarakórust megalakítani, az mégis egy komoly szakmai feladat. Mi volt az első dolgod? Másfajta típusú. Itt Fehérváron nagyszerű kórusok vannak, én magam is dolgoztam a legtöbbjükkel, mondhatni, az elmúlt években. Csináltunk együtt Haydn teremtéstől kezdve tényleg sok mindent, és nagy öröm volt együtt dolgozni velük. Ez egy teljesen másfajta együttes, ami most létrejött, és a kamarakórus műfaja az hiszem egészen speciális. Tehát a nagy kórusok többnyire más irodalmat énekelnek, mint ami a kamarakórusoknak adatott. És valójában szerintem ez volt a legizgalmasabb benne, hogy egy olyan kvázi a cappella kamarakórust alapítani, ahol a tagok azok énekesi felkészültséggel nyernek felvételt ebbe az együttesbe, és olyan attitűddel állnak ki, hogy képzett kész énekesek, és ugyanakkor ezt a fajta kamarazenét nagyon jól ismerik és űzik. Ehhez különleges képességek kellenek, és én tulajdonképpen a kiválasztás során ezeket a képességeket is kerestem, mert az egy nagyszerű dolog, hogy szép hangja van az illetőnek, illetve tud kottát olvasni, ez is alapvető elvárás egy ilyen együttesnél. De ezen felül olyan nüanszokat kell tudni megmutatni a hangjával, amelyek a kamara zenében elengedhetetlenek. És ezek a kiválasztási szempontok alapján létrejött egy kórus tavaly, és aztán az elmúlt évben azt láttuk, hogy egész egyszerűen olyan szinten megsokasodtak a felkérések, és olyan szintű érdeklődés vette körül ezt az együttest, hogy sokszor nem ért rá minden egyes énekesünk, amikor több projekt futott szinte párhuzamosan. Úgyhogy ez a bővítésnek az egyik oka, és a másik, hogy most egy nagyon ide nem illő példával, de hogy posztra szerettem volna igazolni néhány játékost, hogy ilyen nagyon foci nyelven fejezzem ki magam. Egész egyszerűen vannak olyan hangtartományok, olyan fajta, most mondjam, énekesi feladatok, vagy énekesi
lehetőségek, amelyeket még be tudunk tölteni. Úgyhogy ezért is hirdettük meg ezt a próbaéneklést, hogy bővítsük a tagságot, hogyha esetleg nagyobb műre kerül sor, akkor is lesz kiből most már meríteni. Fontos kérdés a bővítés mindenképpen. Azt tudjuk, hogy népszerű a kórus muzsika hazánkban, rendkívül sok kvalitásos énekes van, de óriási feladat ilyenkor kiválasztani a legjobbakat. Annál is inkább, hiszen a következő időszakban rendkívül fontos fellépések várnak rátok. A kórus muzsika, azt kell mondjam, hogy bár népszerű, de van egy olyan benyomásom, hogy sokszor az amatőr kórus életben, a kórus fesztiválokon a kórust egymás hallgatják meg, és ezért van igazán közönség. Én azt hiszem, hogy ebben is tudunk újat mutatni, és tudunk egy olyan minőségi kóruszenét létrehozni, amelyre sok mindenki kíváncsi lesz, az is, aki esetleg korábban nem jött volna el egy kórus koncertre. Egyéb iránt jó úton jár ez a kórus? Tehát mindez idáig a megnövekedett feladatokon túl természetesen. Igen, a közönség visszajelzéseiből ítélve, illetve a saját belső minőségi elvárásainkat tekintve, ami pusztán zenei elvárások, a legjobb úton halad az az együttes a felé, hogy beírja magát a történelemkönyvekbe. Itt ugye megint ketté kell választanom, mert az, hogy a kórus muzsika népszerű, az egy dolog, de ennek is van kétféle szelete. Az az énekes, aki a napi munkája után elmegy este egy kórus próbára, az egy hihetetlen munkát végez, és a szabad idejét áldozza, és önmagát adja, hogy egy amatőr kórusban énekelhessen. Ez egy hatalmas erő, és ez nagyon sok mindent létre tud hozni. Ugyanakkor ez a fajta kamarazene, amit az Ars Oratória csinál, ez hangsúlyozottan, ezek az emberek énekesként kaptak kiképzést, és ők ebben igazán jártosak. És mindezért egy picit technikailag és zeneileg azt gondolom, hogy más irodalom felé is el tudunk indulni, és egészen magas fokon tudnak így énekelni. A székesfehérvári zeneszerető közönség ugyanakkor elégedett lehet, hiszen egy Buxtehude koncerttel kezdődött a kórus szereplése Székesfehérváron, és hát most pedig már egy újabb nagy kihívás, az idei esztendő első olyan koncertje, amire azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét, ez a Bach Máté Passiója. Addigra készen áll majd ez a kórus, miként látod? Igen, természetesen a Máté Passióban még nagyban az előző csapatra fogok majd bazírozni, hogyha lesz mondani. Tehát ez már nyilván ez a koncert elő van készítve, az énekesek fel vannak kérve, és már kezdünk dolgozni az anyaggal. Tehát a Máté Passió az azt hiszem, hogy minden énekesnek, zenésznek, karnagynak és a közönségnek is az egyik legizgalmasabb feladat. Egy nagyon nehezen megközelíthető, de mégis nagyon egyértelmű darab, amely már csak terjedelme okán és történelmi jelentősége okán is az egyik fő helyen áll, azt hiszem, a kórusra írt művek közül. Tehát eleve két kórus kell hozzá, két zenekar, és rengeteg szólista. Na most Bach ezt a darabot úgy írta meg, hogy annak idején a szólisták énekelték a kórus részeket is. Tehát ezt most így fogjuk csinálni, ahogy Bach ezt a darabot megálmodta. Én leültem minden énekessel, szólistával ezt megbeszélni, és ők ugyanannyira lettek lelkesek, mint én, ugyanis Bach a szóló feladatokat és a kórus feladatokat nagyon nagyszerűen kiegyensúlyozza. Egész egyszerűen ki van súlyozva, egyik énekes sincsen túlterhelve, de mindenkinek megvan a saját szóló megjelenése és kórus tételei is. És ezért a dolog ez lehetséges, és azt hiszem, hogy valami olyasmit fogunk tudni itt mutatni, ami nem lesz grandiózus ezt a szónak abban az értelmében, hogy üsdobokkal és trombitákkal szólal meg egy nagy mű, de
egészen elképesztően elmélyült zene és sokszínű zene, amit próbálunk megmutatni. Ez is azt jelzi, hogy a kórus azt hiszem jó úton jár, hogyha ezt a művet meg tudja szólaltatni, ez önmagában egy hatalmas fegyvertény. Nagy Kívásonyi Szent 2020. február 28-án a Szent Sebestyén templomban. Azt hiszem, hogy ott leszünk mindnyáján, érdeklődéssel várjuk. És hát most pedig megkezdődik a próba. Még egy kérdés, összesen hány kórustagot néztek meg ma, és mennyien jelentkezhettek, illetve mennyi a felvételre váró? A mostani próbaéneklést azt úgy meghirdettük, anélkül, hogy bármifajta limit lett volna. Tehát aki úgy érzi, hogy ezeket a feltételeket teljesíteni tudja, az minden jöhetett ide. Tehát nem is írtunk direkt ki olyan feltételt, hogy valakinek csak master diplomával, master énekesi diplomával lehet felvételizni, hanem tényleg bízunk abban, hogy itt helyben is olyan énekesek vannak még, akik be tudnak kerülni. És az igazság, hogy mindig a szoprán szólamban jelentkeznek a legtöbben. Ez már nagyon régóta, és szinte minden kórusban így van. Összesen, ha jól tudom, akkor mai nap több mint 20 kandidátust fogunk majd meghallgatni, több mint 20 jelöltet fogunk tudni majd meghallgatni ma, és egyszerre leszünk kíváncsiak arra, hogy formál, hogy mennyire zenei az, amit elő tud adni szólóban. Ezért egy dalt vagy egy áriát kértünk klasszikus irodalomból. Illetve mellette a kotta olvasást is egész egyszerűen tesztelni kell, mert többnyire a felkészülési időszak az adott. És ott bizony le kell tudni rögtön elsőre olvasni a kottát, egy otthoni felkészülést követően. Illetve nyilván fontos még azt látni, hogy kinek milyen ambitusa van, pontosan milyen szerepkörben, milyen szólamban lehet tud ő a legjobbat nyújtani. Ugyanis lesz olyan az elkövetkezendő időszakban, hogy például a szoprán szólam négy felé oszlik, és akkor nekem egészen pontosan tudnom kell, hogy ki az, aki a legmagasabbat, a legmélyebbet, hogy csak a legbanalesebb példákat említsem, énekelni tudja.